Egy kis mellékes. Most már megtudjuk, hogy hol lakik Póli. Mindig is ezt szerettem volna tudni. Wow. Megint ugyanolyan szék. Enni kéne már majd egy kis sütőtököt. Megéheztem. That was when I still thought that Salieri wasn't using us. Now I know that he is. Hát jó kihasznál minket, amúgy Salieri. So would you do the bank? What about Sam? Hey, you heard him. He's worried about what might happen in the downtown. De amúgy Póli, mi a fekete fenének van itthon is öltönyben? If you want to do it, it's just you and me. What do you have to say? Én nem szoktam itthon öltönyben lenni. Then I'll listen to your plan. Meg Tom is öltönyben van most is. Pedig ma biztos nem dolgozik. Okay, let's go. Hát azért még, hogyha már kitöltöttük, akkor Póli megissza a sajátját, mi nem. Körbenézünk. És komolyan, Póli már nem tudom 10 éve, vagy nem tudom hány éve Salierinek dolgozik, de azóta nem vett egy jobb ágyat. Vagy kirakás ez. Ez miért van elhúzva? Mert hogyha WC lenne, akkor, vagy ez a WC? Milyen izé? Mondjátok már, mi az a izé, amikor van olyan WC? Bidé? Ez egy bidé? Hm? Na mindegy. Én erre még kiugrok az ablakon. Tényleg amúgy erre mi van? Playboy magazin Ralphinak? Nincs. Amúgy van egy rossz hírem, srácok. Salierit már nem fogjuk látni a játékban soha. Nem tudom, titeket ez mennyire visel meg, ez nagyon szomorú állapot. Az meg még pláne szomorú állapot, hogy villamossal kell elmenni a bankig. Most jutott eszembe. Vagy magas vasúttal, na. Villamos? Az villamos, az nem. Az igen, Norbikám, az villamos, az nem. Az magas vasút. Gyere már, meg legalább elérnénk azt. Azt hiszed, hogy ráérek én 5 óra hosszáig, hallod. Még renderelni kéne a videót. Póli. Pólikám. Ez már lement a nap. Ha már nézzétek már a fészkemet, hát ha már sötét van. Póli. Nem lehet szétütni. A játék vége felé a játék nagyon ráér. Ezt nem a játék elején kellett volna bemutatni a magas vasúton, nem a játék végén. I don't know you. De legalább bemutatja a játék. Nem sok olyan játék van, ami bemutatja. Például a GTA 3-ba se kellett izével vonattal menni. Vagy a San Andreasba. Lehetett, de küldetésben nem kellett. Az ilyen szabad nap. Szabad nap Salierinél. Körülbelül. Nem lehet valakit lelökni a sírra. De rendes vagyok. Ting-ting. Hallgassunk meg addig, mit mondnak az NPC-k. Leave me alone. Sorry, I'm in a hurry. Hagyj békén. Sietésben vagyok. Hát akkor... Jeme Pólival vagyok. Mivel nem beszélünk. Nagyon falfehér, ki van fehér, mint a bótizsín. A 1200 forint kilogrammos bótizsín. Na mondjad már, Pólikám, legalább te szóljál már valamit. Még vagy ilyen csendben. Pár perc múlva vége lesz a videónak. Ja igen, mert ugye 35-ben született a lányunk. És már 3 éves. Nyüzsög mozog. Mert gyesen van otthon szere. Gyeden. Vagy mint gyesen gyeden. Felvettük a babavárót. Még nem felvettük volna. Hiába mosolyog Spóli. Felvettük volna a babavárót, de nem adták meg nekünk már. Állandó izé, mondjuk már nincsen munkám. Na hát izé, azt nem mondhatom, hogy Don Salierinek dolgozok. Embereket gyilkolászok. Érted, Póli? Na, bemegyek a munkaügyi hivatalba, azt mondjam, mit dolgozik? Hát, na, hát Don Salierinek dolgozok.
jó ember, csak néha meg kell lőni egy-két embert Thomasonnal. Meg nem is adózok. Fogorvos is úgy meg, hogy magán. Magam fizetem a tévét. Póli, de ezt te is tudod. Én úgy tudtam Póliból ilyenkor lehet beszélni. Na mindegy. Magán fizessek a tévét. Én ilyen izegmozgó vagyok. Hát igen, amúgy ilyen emberek, mint Tommy Angelo és Póli, hiába izén államra nem támaszkodhatnának, mert igazság szerint konkrétan úgy jövedelmük nincs. Azt nem kapnak pénzt persze, hát hogy ne kapnának Salieritől a szolgálatokért, meg minden, de azt nem izélik, könyvelik le, meg adó, meg mit tudjam én, az nincs benne a papíron, meg a rendszerben. Hát mit könyveljenek le? Hát ma megöltem a Consigliere Franket. De miért nem lehet Pólival beszélni? Csak mosolyog. Olyan ismerős Póli feje. Valahonnan, de ugye milyen jobb Pólinak ez a feje, mint a Mafia Definitive Editor-ös feje? Az nem tudom. Nekem az, ezzel volt még baj a Mafia remake-kel. Azzal volt baj, hogy nem is ugyanazok a szereplők voltak már benne, akiket megszerettem ebbe a játékba, meg Tommy Angelo se úgy nézett ki, mint ebbe. Még ha nem is úgy nézett volna ki, jó, nem afroamerikai volt, ugye a mai trendekhez megfelelően, de akkor se volt már ugyanaz a személyisége, mint ennek a Tommy Angelo-nak, az a szerény, az a nem szállunk le. Az a... Hát akit megismertünk. Nem, ott már tényleg ilyen ki vagyok, mi vagyok, meg ott tényleg itt megismertük Sarah-t is, ugye a Mafia 1-ben egy igazi nőként ismertünk meg, akit meg kell védeni, aki egy gyengéd, egy nőies, gondoskodó. Ott meg ilyen, mit tudjam én, ilyen... Hát majd én elintézem őket, meg ott én férfias lett ilyen, mert hát azért a feminizmus már 2022 vagy 20-ban, amikor jön meg a játék 20-ban, ott azért ott nem szabad a nőknek mizéne lenni, elesteleledve, nem szabad, mert hát ez egy ilyen világ. Én nem azt mondom ezzel, most viccet félreértve, nehogy félreértsen valaki, hogy én feminizmus ellenes vagyok. Mert nem, gyere már, a nyakod nyúljon meg, mert nem, hanem az, hogy én szeretem azokat a karaktereket is, női karakterek, akik tényleg belevalóak, mert minden, meg ott volt Lara Croft, meg minden, én hogy ne szeretném, csak Sarah nem olyan volt a Mafia 1-ben, akkor ne olyan, ne egy szöges ellentétje legyen már a Mafia remake-nek, értitek? Erről vakkerolok. Az a Sarah, már nem az a Sarah volt, akit itt megismertünk. Erről beszélem meg, az a Tommy Angelo, nem az a Tommy Angelo volt, akit itt megismertünk. Az is ilyen... Ez meg szürkébb lett. Szerintem. Szóval én azt mondom, az a Mafia remake az egy más játék. Egy Mafia 3,5, vagy nem tudom, de nem Mafia 1. Én ezt tudom ezzel mondani, és lezárom. Lezárom a témát, szerintem. Mert tényleg, ahogy tényleg ott a hangáros srácok, ahogy ott a hangáros srácok kidolgozták ott az egész mindenséget, a várost. Na menjünk be. Tényleg nagyon jó, meg nagyon szép a grafika, meg tényleg a fények, a színek. Ég és föld ehhez a játékhoz képest, tényleg ez egy ilyen mese ahhoz képest. De így a tartalom... Így belsőleg a tartalom, ami ott van, meg itt, az ott is ég és föld, szerintem a sima maffiaja vár.
lehet én vagyok ilyen, mit tudom, ilyen leragadott, meg minden, ósdi, meg ilyesmi. Mert ha úgy nézzük, ez a sztori se volt, ez a sztori se volt egy... Hú, ezt én találtam ki, ezt a sztorit, ez ilyen, ilyen, mert soha nem volt a világon sztori. Mert nem, mert hogyha úgy nézzük, a maffiai története az filmekből alapul, mert ne kell messzire menni, ugye, mikor a Goodfellas-ba, ugye, elfelejtettem a főszereplő nevét, mert hülye vagyok, de ugye Ray Liotta alakította, ugye, a Tommy Vercetti szinkronhang, aki meghalt sajnos május 27-én, idén. Az se volt egy nagy, mármint ez a, ennek a játéknak a sztoria se egy egyedi sztori, mert nem, de mégis kurva jó, szerintem. És tudjuk, hogy honnan kopizták ezeket a, például azt, hogy Salieri-t ugye most majd, azért mentünk a rendőrhöz, hogy segítsen nekünk ki jutni a játszmából élve, és ugye majd Salieri-t, most nem spoiler ezek, de hát 20 éves játék, meg egyszer már végigvittük a csatornán is. Most akkor elmegyünk Lucashoz adni, meg dumázok. És ott tartottam, hogy... Ugye ott is az volt, hogy a Ray Liotta a főnökét a végén átveri meg mindenkit, az egész családot, hogy ő kijusson a játszmából. Nem megyek magas vasúttal, nem, majd én elmegyek gyalog. Ugye meg kell látogatni még Sárgás Pétet, Sárgás Petét is. Egyelőre nincs új nagy fegyverem. Twister Sister. I'll get some weapons, then the car, then I'll stop by your place. Yeah, pull in front of the building and honk your horn. The janitor's always locking the door. I'll come down and we'll go. I'll see you later. Na, köszönjük szépen, mi megáll. Vissza még a bankba is kirobolom egyedül. Most még összefüggéseket keresek. Még összefüggéseket keresek a e-játék és a filmek között, mert biztos, hogy nagyon sok van, csak most egy se jut eszembe még több. Pedig tényleg nagyon sok van. Hát még egyet tudom mondani, ugye a keresztapa, mikor elrejtették ott is a WC-t, adtál még a fegyvert, itt is elrejtették, ugye a boldogszedésnek ott pályán a WC-t tartály mögé a fegyvert. Itt beavatás mondjuk nem volt. De most nem a játék ellen akarok beszélni. Inkább abba hagyom mondókámat. Az igen. Ez igen. Vezetési stílus. Driving skill. Nőtt a driving skill. Igen, érdekes dolgok ezek, kérem. Kop. Végre most már kapunk Thompsont, de ez se Vincenzótól, ugye? Sajnos hát Vincenzót és Ráfit sem fogjuk látni már ebben a végigjátszásban. Azért nem, az kicsit homályos a kamera, nem látszik, hogy egy könycsepp kihullott a szememből, de kihullott, mert Ráfi a egyik best karakter volt. Remélem őt nem fogják majd lecsukni. Ő csak lopott kocsikat, tuningolt, meg ilyesmi, meg javított, tuningolt. Mi történt a bácsinak a balkarjával? Háborúban elveszítette, vagy hol veszítette? Utcán? Mire van Paulinak szüksége? Először ezt el kellett volna dobnom, de mindegy. Kell nekem egy Colt, kell nekem egy Magnum,
Vincenzo kedvenc a baseball-tő nem kell. Kell nekem egy Thompson, és én ennyivel meg is elégszek. Több nem kell, mert te meglász a rendőrség. Majd kifizessük. És ez nem is lesz majd feltűnő ennek a sárgás Pete-nek, hogy akkor vettünk tőle fegyvert, amikor aznap kiraboljuk a bankot. Meg az a poén, hogy nem veszünk fel semmilyen állarcot, meg ilyesmi, szóval újra bőjük ki a bankot, hogy hát csak úgy simán bemegyünk, két öltönyös figura. Biztos úgy szokták amúgy, 30-as években is úgy csinálták. Meg mit tudom én, felvettünk volna egy Hanna Montanás maszkot, vagy nem tudom. Még Hanna Montanásat 30-as években nem vettünk volna fel. Már megint olyan jó felé jöttem, mert piros. Erre menni biztos tilos. Mondjuk ez a küldetés nem lenne olyan hosszú, ha nem mennék Lucas Bertonéhoz, de így. Ugye még a kocsiért is majd el kell menni. Amúgy körülbelül kb. Majd úgy néz ki az a kocsi, amit kapunk, mint ez. Kb. Olyan gyors is, szóval na mindegy. Kint hagyjuk, hagyázzon. Igen. Na Pólikám, mondjad, mi a baj? Vagy Sam. Vagy Lucas. Bocsánat, félrebeszélek már. Hey, Luca, I need a powerful car. Sajnos. Wow. Hey, I was just about to call you. I also need a quick favor. And a car I have for you is definitely worth it. What do you need? I promised to bring some guy a delivery and now I can't get out. A Goodfellas-ba is féltünk. Félt a szereplő, a főszereplő attól, hogy a legjobb barátja fogja megölni. Egyébként, ugye a Robert De Niro. És egyébként a Mafia 2-nél is van Goodfellas-os easter egg, vagy nem tudom, hogy mondják, mert ugye ott meg az volt, hogy a Mafia 2 is el kellett társni egy alakot, aki a csomagtartóban volt, és a Goodfellas abban is van olyan. De nem spoiler ezek, aki nem látta a filmet, ugye a nagymenőket, 90-ben jelent meg. Akit egyébként betesznek a csomagtartóba és kinyírnak a filmben, már bocsánat a spoilerért, mútoljatok. Az a nem jut eszembe a színésznek a neve, de ő a szinkronhangja Salvatore Leone-nak a GTA 3-ból és a San Andreas-ból, meg a Liberty City Stories-ból ismerhetjük ugye a Salvatore-t. Aki meg ugye így arcügyileg, karakterügyileg a Don Vito Corleone-t kopizza. Vannak itt ilyen összefüggések, kérem szépen. Ha még jut eszembe valami, akkor majd szólok. Csak jut majd még eszembe valami? Nem mindig csak a hülyeség. Az igen, a villamos, semmi sem számít a villamosnak. Semmi sem. Gondolkodok még. És valami Vice City is cucli jutott eszembe megint, de nem jut eszembe. Hát a Carl Rosenberget ugye izétől készítették arról ügyvédről, aki szerepelt a Carlitos Way-ben. Igen, de csak kicsit nagyon elkanyarodtunk a témától. Dick. Oh, Dick. Oh, no, Big Dick. Azért érdemesebb először Sárgás Pete-hez menni és utána ide. Mert van baj. Én kicsit spórolok a lőszerrel, mert még ezután jön a bankrablás. Jó, el is teszem. Ezeknek nem kell. Nem kell a tetves fegyverük. Semmire. No problem. Oké, átadom, nyomd meg. Mit tudjak meg? Micsoda?
Jó, most visszamegyünk Lukászhoz, Lukácshoz. Itt el tudok menni végig. Talán. Vigyázzál, Dick. Jaj, ugye nem Dicket ütöttem el. Óvatosan, óvatosan. Lehet, hogy itt nem tudok átmenni, mi? Ezt jól kitalálták. Ezt jól kitalálták. Ez igen. Itt megcsinálták a parkot, a kertészek. Nem tudom, itt a 30-as években még kik csinálták itt a parkokat, a virágokat, kik ültették. Gondolom nem a közmunkások. Ilyen szó nem ismert még a 30-as években, hogy közmunka. Főként USA-ban, nem? Szerintem sehol sem, csak Magyarországon létezik közmunka. Na mindegy, nem a közmunkáról beszélgessünk már. Inkább dúdoljunk. Mert azt is dúdolom neked. Nem nőtt még meg a fejed. Szóval majd eszembe jut, hogy én mit akartam még mondani. Lehet nem ma. Lehet, mert egy hónap múlva fog eszembe jutni, de eszembe fog jutni. Oké. Akkor megszerezzük a sportscart. Csak megcsinál már Lukasz küldetését. Na, eddig megcsináltuk. Jesus, Lucas. That was a close one. And what happened? As soon as I got there, some hoods wanted to feed on us. Is Dick all right? Did you give him the package? Yeah, no problem. We took care of them together. And then he took off someplace. Thank God. Ezt még Póli öntötte nekem. De hogy izéri már, fényezi a kocsit, mert minden, hogy sehol semmi. Aha. Persze, követem, aha. Igen, majd Oahu-tól, majd Central Island-ig követek majd egy kocsit, ami megáll a pirosnál, mert minden, az 15 perc. Ellopom a picsába. Ott az út közepén. Nem cicózunk, nem Félix macska eledelezünk. Nincs Félix. Ellopjuk egyből a kocsit. És nem megyünk Pólihoz. Remélem azóta megebédelt, és akkor nyugodt szívvel mehetünk majd bankot rabolni. Csodálkozok, hogy ebben a játékban nem tették be a bicikliseket. Hát nem, most azért, mert hogy a bácolók feeling meg ilyesmi, hanem azért 30-as években biztos sok biciklis járkál még ilyen nagyobb nagy városokban és Amerikában. Most nem úgy, nem ahogy kell elképzelni, hogy camping biciklibe ültek, de... Mi történt ennek az embernek a fejével? Ja semmi, mert néha ennél ebben a küldetésben van az, hogy kutyafejű emberek járnak az utcákon, az olyan Easter egg. És én még valamik éjben ezt fedeztem fel, hogy valamik embernek kutya volt a feje. Nem, hogy ilyen kutyamaszkba mentünk volna mi is bankot rabolni. Ti-ti-ti-ti-ti. Jaj! Azt a mindenség, nem figyeltem, bocsi. Nem baj. Gyorsan. Hegyezd ki a cerkádat. I have to find you. Find you? Meg kell, hogy találjalak. Vagy find you, vagy nem build you. Find you. És file you. Feel. Na mindegy. Ebben ne, bocsánat, ne szabadkozzunk bele. Első indul. A kurva járatba megbaszott, baszd meg! Hát ez mi a szar volt? Már ne haragudj, megint kijött belőlem a agresszivitás. Hát ez mekkora egy köcsökség volt. Az a fehér kocsi, ami a szenátornak is volt, a Morellónak, olyan ütött el. De teljesen, semmi esélye nem volt, pedig 99 HP-n van. Nem is vezetett gyorsan, ezt nem értem.
Hát nem látod, ott vagyok út közepén. Hát hova sietett? Mennem, mint az állat, bazd meg. Ezt bírom. Hát megint amúgy a pessimitás, de amúgy, ami itt megy, nem tudom más városokban mi megy, hogy megy, de tudom, gondolhatom, hogy nagy városokban Pesten is meg és mi lehet. De ami itt megy, már itt Szalókon is, az valami állat, hogy mindegy, ott megy, mint az állat, mennem, mint az állat. Főként a főúton. Nem számít, hogy a másik... Másik izé... Karodj már, baszd meg! Mindegy, mindegy, majd... Majd valahogy lerázom őket. Mennek, mint az állat. Semmi sem szent. Törökjáró vagyok. Na, újraindítom inkább. Hamarabb ide érek. Már... Torepjáróval vagyok, én izé, mehetek, mehetek. Nyáron is majdnem elütöttek. Mikor izé? Most nem azért, most, de most Kressz. Norvival Kresszet tanulunk. Norvival Kresszet tanulunk. Srácok. Ez... lakott területen kívül történt. Ez lakott területen kívül történt, mikor én kimegyek a főútra, mármint arra az útra, ahogy megy a forgalom. Én kimegyek a főútra kis úton. Na. Ugye? Jobbra kanyarodok, jobbra kis ív. Jobbra kis ív. Nem balra nagy ív, hogy átmegyek a szembesába, ahol megy ugye a forgalom arra. Mert ugye én meg jobbra megyek, és akkor ugye arra megy a forgalom, persze, of course. Na, jobbra kis ív. Be akarok kanyarodni. És látom, hogy szemből a másik sávnál megy a kocsi. Megy a kocsi valamelyre gyorsan. Of course, nincs ezzel probléma. Mert most már elakadtam a saját mondani valómba. Mert közben figyelek a játékra, és mindjárt mondom, nem hallgatom el. Nem hallgatom el, csak először, ezért már széttört a kocsit. Na, valami hasonló kocsi, ez is. Ennél fegyver is van. Hogy, George. Remélem, defektes lesz a kocsi. És az volt a poén, hogy aki ment a szembesebb is hajtott, háta mögött is hajtott valaki, és megelőzte. Én meg kihajtottam, és konkrétan valami így, itt volt az izé a kocsinak a izéje. Szóval nem értem. Úgy nem lehet akkor előzni, mikor a másik sávban van út, nem? Tudom, hogy keresztezésre nem lehet, de... Vagy lakott területen kívül lehet? Elgondolkodható lehet, én hibáztam? Na mindegy. Ezt el akartam mondani. Na, HP-nk van, fegyverünk van, kocsink van, Tomink van, mehetünk a bankot kirabolni. Na már HP-nk nagyon nincs. Nem figyeltem. Na mindegy, Lukaszhoz beugrok HP-ért. És akkor én gyorsan elmegyek kajálni, mert már annyi az idő. És visszajövök a bankrablással. Nem jó, ez nem jó, így hát bassza meg. Hogy ennyire eltelt az időm. Elgondolkodható. Az a kocsi pont jó lesz bankot rabolni. Senki se lát benne. El van sötétítve, minden. Tökéletes lesz. Hoppa! Gyorsan egy kis... Ezért lábgombára. Az mi? Hát miért zártad be?
Tommy. Jaj, vajon ki az? Az egy rendőr? Az a fa egy rendőr? Jó. Ugye Paulinál lesz mentés. Ha nem lesz Paulinál mentés, hát nem tudok mit csinálni akkor. Mit csinálják? Hm? Egy ekrétát? Lázasodjak be? Az lesz a cél? Takarodj már, mire odaérek, kocsi se lesz. Amúgy tényleg, mintha már lassabban menne. Ilyen komoly műszerfalú, műszerfalak az izébe sincsenek a új versenyzős játékban, mint ebbe a kocsiba. Higgyetek nekem. Szépen. Magától ontja a füstöt. Jó. Egészen más hajtásúak ezek a kocsik még. Mint majd mondjuk a 40-es évekbeli kocsik lesznek, meg a 50-es évekbeliek a Mafiában, Mafia 2-ben. Voltak, hallottam én olyan izét, kritikát, meg ilyesmi, hogy ismerőstől, hogy kérdezte, hogy milyen GTA-szerű játékok vannak még, amiket én ajánlok, hogy valami. Hát mondom, én egyből ajánlottam ugye a Mafiát, de hát az nem jó, mert abban régi kocsik vannak. De mondom, nagyon jó az izé, sztoria, minden, a hangulat, a feeling, de nem jó, mert régi zenék vannak benne. Hol lakik Póli? Ott van Póli. Szerintem nem lesz mentés, a banknál lesz mentés, mindegy, elmegyünk még oda. Hát mondom... De mondom, egy GTA tetszett. Hát... Hát ugye, 5 az tetszett. Jó van, mondom. Hát Vice City, ilyesmi. Jön már Póli? Jön. Hát az nem. Mondom, miért nem, az is tök izé. Hát nem jó, mert az régen játszódott. Nem volt mentés, akkor el kell menni még a bankba. A San Andreas az jó, mondja, mert sok mindent lehet bent csinálni. Bassza meg! Nem látom a fogait, most megbüntetnek. Pólikám, hagyjál már. Hát mondom... Oké. Okay. És mondja, hogy a San Andreas az jó, meg sok minden lehet benne csinálni, de nem jó, mert annyira nem tetszett neki, mert ott is ilyen régi számok szólnak. Mindig tesz be a MP3 lejátszóba ilyen új számokat. Mit csinál az a rendőr? Be van baszva. Póli hol van amúgy? Elütötték Pólit? 94 HP-ja van Pólinak. Ugye azt még én okoztam neki. Hát mondom, nem tudom. Akkor GTA 4. Hát jó, de az meg ilyen szomorkás, meg minden, meg a GTA 3 is ilyen... Izé... Meg nem tetszik a szereplő benne, mert bevándorló. Nem beszéltem az autós srácsal. Pap. Paprika Jancsi mosolgat. Hát az öreg mit csinál? Hason fekszik, úgy pipál. Lehet, hogy le is zuhanyzok vacsor után. Szóval a legszexibb fehér pólomba fogtok engem látni. Jó, nagyon le kell figyelni, nézni a radarra. Az annyira fel tud baszni, mikor Vice City is beteszik a modern számokat, azt izé. Az jó, mert izé. De mi a Vice City-nek az a feelingje, hogy a 8-as évekbeli zenék szólnak közül. Mi izé betesznek a faszom. Hú, de fel tud ez húzni, na mindegy.
Menjünk bankot rabolni. Most már nem megyünk, mert itt vagyunk. Menjünk be! Menjünk ki! Hello! Hello! Folytassuk is a bankrablással! Így jó. Na, most akkor... Igen! Várjatok, most mindenki megállt. Life is Strange első rész, első epizód, most megállítottuk az időt. Így van! Mindenki feküdjön a földre! Még én is. Gyors. Igen. Deal with the guards. Oké. Na idefele. Idefele a manit. A manalónit. A manalónit. Mi az, hogy még már 61 HP. Mi az, hogy 61 HP maradt? Álljunk már, mert hát nem izé volt. 988. 80-as évek. Nem 99 HP volt, az már régen volt. Mindegy. Amúgy rám nem bagóznak, de Póli előveszi már egyből. Mármint a izét. Jó, mint akkor én is a Thompsonnál megyek. Na most majd akkor így jobb lesz. Oké, hát sárgás Pete adta. Mert hogy a sárgás Pete nekem Thompsont ad, akkor az csak jót jelent, nem? Hello. Hello, te mit vacsoráztál? Ja, oké. Akkor jó, az a detektív fegyver az ilyen kemény. Póli, mi volt az, egy légy? Na mondjál már ilyet. Éppen ilyen vacsorázgatás közben az jutott eszembe, hogy igazat mondtam-e, hogy ilyen nem is olyan jó a, vagy nem is olyan, hogy is mondjam, eredeti a sztoria a Mafia 1-nek, aztán lehet egy kicsit így megbánkódtam, vagy megbűnhűltem, vagy nem tudom, hogy mondjam, mert lehet hülyeséget mondtam, hogy össze-vissza hordták a sztorit. Nem hiszem, hülyeséget mondtam, ne haragudjon Mafia 1, meg senki sem haragudjon azért a sületlenséges keréseimetért. Ott volt valaki, most lelőttem a hajamat. Most már az ördlövöm. Én nem tudom, csak egyenesen tudok mozogni. Most hova tűnt? Elment? Elment spenóta tenni? Vagy micsoda? Spenót? Szeressük. Szeretjük. Nem tudom eltalálni. Hát hogy van ez? Hogy van ez? Oké, mennyi időnk van? A fejemtől nem lehet látni, de hogyha így mozgok, akkor akár kinézhetek egy órának is. Vagy egy nórának talán. Itt van egy kulcs, ami nekünk kell. Mit vettünk fel? Azt nem írja. Nem baj, nem baj. Azt a bankot úgy ismerem, mint a tenyeremet, még a tenyeremet annyira nem ismerem. Tényleg, hogyha valaki azt a mondást mondja, hogy úgy ismerem ezt a helyet, mint a tenyeremet, az most azt tényleg el is hiszi? Mert ti ismeritek annyira tenyereteket? Ha? Ti ismeritek annyira tenyereteket, hogy... Mert annyira nem. Nem tudom, hogy hol vannak a recék, meg ilyesmi. Office. Opic. Mert minden ezek be vannak zárva. Remélem az igazgató úrnál van Metkit. Mert az kicsit jó lesne. Oké. Na, közben kinézünk. Nem-e valami... Nem erre járkál Salieri, ha meglát minket, ajaj, direktor úr, officer, vagy manager. Hol vannak a szép kulcsai? És adjon egy medkitet is. Ki, te olyan vagy már, mint Ráfi, ki. Na mindegy, nem öllek meg, csak adjál medkitet. Hol a medkit? Jó, te nem jársz úgy, hogy dinamitot teszek a asztalod alá, és felrobbansz a irodáddal a picsába. Én sose öltem még meg ezt a menedzsert. Rendes ember vagyok. A Salieri? Tényleg amúgy ez ilyen Salieri NPC. Na mindegy. Ezen a pálya részen úgy nincsen medkit. De ha oldibálsz, tényleg meg fogsz halni, ezt tuti? Na mindegy, hátra lent lesz, de úgy emlékszem, hogy lent nincs. Egyszer volt, hol nem volt, lófasz sem maradt ott. Arra menjünk már, remegy. Hello. Ez igen, hello, kilőttem, 17 történt a semmire. Well, hello. Aha. Na, végre valamit sikerült elérnem. A bögrémet. Hoztam be egy kis földi magyarót is amúgy. Jó kis földi magyaró. Oh. Ho, az egy ninja. Ez ilyen kis ninjás. Ginja.
Ez csúnya volt, ez csúnya volt. Így nem lehet lenni senkit se. Oké. Nem hiszem, hogy itt a lent a medkiteket őriznének, hogy ez lehet a Roxford izével, hogy a koboldok bankja. Aha, poroltó. Ha felveszek a poroltó, nem kapunk medkitet? Fú. Az olyan szép volt, mikor először láttam, hogy így kinyílik ott a sok aranyrúd. Aranyrúd, az a gétőt, nem? Akkor pénz. Ott a sok pénz. Itt szívesen dolgoznék. Igen, nézd, és akkor kinyílik, wow. És akkor egy csomó pénz ott van. Erre vártál régen, Tomi, mikor még taxisofőr voltál, a gazdagságra. Jó, tényleg van ott aranyrúd. Na, akkor jól tippeltem. Wow. Én aranyrúdot is vinném. Igaz. Lestert nem ismeritek, mivel még nem él, meg ilyesmi, de akkor is. Most sír vagy nevet? Nem lehet tudni. Valaki biztos be fogja kapcsolni a riasztót, nehogy már jó dolgunk legyen. Örüljünk, hogy van izénk. Nagy hajunk. És már így játszok, váljátok. Na, kifagyott a játék? Na, ne bassz fel! De jó! Fasz ki van már, bocsánat. Most kezdhetjük előre a bankrablást. Muszáj voltam az átvezetőt kinyomni, bár lehet, hogy most beadta volna, de egy-kettő momentumról lemaradtunk, de nem nagy dologról, mindegy, itt van a pénzes zsák a hátunkon, mi meg megyünk, izgyi, uzgyi, tünés, innét, mert minden, a rendőrök meg elvileg még nem éltek ide, mert jók voltunk, ezek szerint, és talán még most több HP-m is van, csokolom, mint előbb volt. Gyerünk, és hagyjunk ki megint. Jó, mondjuk egy régi játéknál ez fennáll, ez a fagyás lehetősége. Főleg ilyenkor, amikor ilyen hideg van, de amúgy is. Szóval, na mindegy. Oké, a pont rossz remélek, fasza. Nagyon jó. Visszak a pénzt. Hoho. Reméljük, hogy mi nem ide izéltünk, fektettünk be anyagi javakat ebbe a bankba. Sárgás pét, az ledobhatnánk egy kicsit. Egy bónusz gyanánt, vagy nem lehet? Amikor nem lehet bemenni sárgás pét, ez igen. Ma is kiderült, hogy nem vagyok Morello. Szép. Erről beszéltem, hogy a szerencsénk van. Ja, Lucki, felvettük a négy lövöldi lóherét. Akkor nem találkozunk egyetlen egy rendőrrel sem. Haha. Hát, ha még erre akarok menni, akkor ott pláne nem fogunk egyetlen egy rendőrrel se találkozni. This is the place. Gate a place. Hol mi áll zsarukat? Nem létezik olyan fogalom, hogy zsaruk. Nem. Majd csak be tudok hajtani. Valahogy. Így van. Ennyi. El is teszem a fegyvert, nálam a kezembe semmi sincs. Ez az, kicsit játszunk ilyen verekedünk pólival. Hát ilyen cívódás, ilyen cimboráskodás, tudjátok, hogy szokták a gyerekek. Hoho, de ő nem üt vissza. És hogyha erősebbet ütök, több HP-je nem megy. Ez mi történt? Mi történt pólival, egy kicsit így lement 10 HP-je, amikor nem csinálunk semmit. Na mindegy. Főmászunk, még ide is felmászok, de még oda is felmászom, a Dying Light-ba érzem magam. Ha Pólival most beszélek, akkor jó. Ez az, együnk földi magyarót. Terán. Oké. Ebben még van földi magyaró. Hát jó, de nehogy lelépj a pénzzel. Hawaii-ra mész? Oda én is mennék. Földi magyaró. Kivette észre minket? Nem is játszott többet.
30-on meg kell rágni az ételt. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok, vagy velem voltatok az utolsó előtti részben. Jövünk az utolsó résszel, ami nagyon-nagyon-nagyon durva lesz, de meg fogjuk csinálni, meg kell csinálni, meg tudjuk csinálni veletek. Szóval, köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok, hello!